Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondót látják 2017. május 26-án pénteken. A pontos idő 19 óra. Tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Új felnőtt házi orvos lép praxisba Mezőtúron. Versünnepet tartott a Siketek és Nagyot Hallók Mezőtúri csoportja. Véget ért a tanév a legalább művészeti iskolában. Új felnőtt házi orvos lép praxisba városunkban. Dr. Imre Zoltán nyugdíjba vonulását követően dr. Havasi Judit látja majd el a betegeket, közölte Herceg Zsolt polgármester. Feladatellátási szerződés megszüntetéséről és a házi orvosi praxis jog elidegenítésére vonatkozó bejelentésről szóló előterjesztést tárgyalta meg a képviselőtestület. Itt ugye házi orvosi ellátásról van szó, amely az önkormányzat feladatai közé tartozik. Ugye az egyik házi orvosunk, Imre doktor úr nyugdíjba vonul, és ő értékesítette a praxisát, és a doktor Havasi Judit vásárolta meg, úgyhogy ő lesz az új orvosa az adott körzetben. Hát egyrészt Imre doktor úrnak erről a helyről is szeretném nagy tisztelettel megköszönni az áldozatos munkáját. Nagyon jó egészséget kívánunk neki, és hosszú, boldog, nyugdíjas életet. És természetesen doktor nőt pedig szeretettel várjuk, mondhatom ezt, gondolom majd a leendő betegei nevében, és hát neki pedig szintén nagyon jó egészséget és jó munkát kívánunk. Nagyon örülök, hogy egy mezőtúri hölgy, aki ugye itt kezdte a tanulmányait, itt ide kötődik a városhoz, aztán házi orvosként is, visszatért a településre, úgyhogy ez külön öröm számomra, és nagyon örülök annak, hogy doktor nő házi orvosként fogja szolgálni a mezőtúri polgárokat. Versünnepet rendezett a Siketek és Nagyot Hallók Mezőtúri csoportja. A rendezvény részleteiről a csoport elnökét, Rojkó Istvánnét kérdeztük. A Siketek és Nagyot Hallók Mezőtúri csoportjának versünnepén vagyunk most éppen. Milyen alkalommal rendezték meg? Ezt a mai napot aranyára születésének 200. évfordulójára emlékezve rendeztük meg, vagy hoztuk létre, és több városokból várjuk, vagy hívtuk a versmondókat. Ezt akartam is kérdezni, ahogy a fellépők kikből fognak úgy nagyjából állni? Hát a fellépők Siketekből is, akik jelnyelven fogják előadni a versüket, és hangzószóval is, mert ugye természetesen vannak Siketek, vannak beszélő emberek, és ki milyen nyelven fogja ezt előadni. Siketeknek, meg ugyanakkor nekünk a hallóknak is jeltolmás segítségével fogjuk megérteni azt, mert ugye mi a halló emberek a jelnyelven, hogyha ugye a versmondó lejeleli, nem tudjuk követni, hogy mi a szövege. És ezt a jeltolmás nekünk lefordítja. Ugyanakkor a Siketeknek meg beszéddel fogja lefordítani ugye a jeltolmács, hogy ők is megértsék, hogy mi, akik halló emberek vagyunk, hogy mit mondunk, tehát ez így zajlik. Ez nagyon különlegesen hangzik, akkor bizonyára az is a cél, hogy Siketek is nem Siketek, tehát a hallókat összehozni, ugye, és egy kicsit talán, hogy is mondjam, megismertetni ezzel, ugye? Hát igen, nem könnyű a Siketekkel együtt dolgozni, mert ugyanis aki nem ismeri a jelnyelvet, mint például én is elég keveset tudok a jelnyelvből. Jó, tudok velük kommunikálni bizonyos szinten, de ez nagyon kevés ahhoz, hogy folyamatosan tudjak velük kontaktust teremteni a beszélgetésbe. És így nehéz megérteni. Ugyanakkor ő is nehezen érti meg, amit én mondok, mert ugye amit tudok, azt jelelem, amit nem tudok, azt mondom, hát ő próbál a szájról olvasni. És akkor nagy nehezen azért csak megértjük egymást, de nem könnyű. Egyébként itt a városban van lehetőség jelnyelvet tanulni?
Itt a városban mezőtúron nincs, Szolnokon a megyei szervezetnél szokott lenni időnként ilyen tehát jelnyelvi tanfolyam, ami hát több évvel ezelőtt én is részt vettem egyszer egy ilyenen, és azért ragadt rám egy kicsi belőle, meg mivel hogy van sikettagom, és ugye attól egy kicsit úgy próbálok néha ellesni dolgokat, mert ugye nem tudok, és akkor jaj, de jó, most akkor ezt tudom, mert ezt megjegyzem, hogy ez így kell. Tehát csak Szolnokon szoktak lenni, most ebben az évben is úgy tudom tartottak, ezt ugye a tél folyamán szokták tartani ezt a ilyen jelnyelvi tanfolyamot. Mesélne nekünk egy kicsit a csoportjukról, a tevékenységükről, arról, hogy mennyire összetartóak önök? Hát mi a mezőtúri kis csoport, hát általában 30 tagú a taglétszámom, és hát szeretünk elmenni rendezvényekre, vidékre is, nagyon sok helyre elmegyünk, jó a kapcsolatunk sok klubokkal, és mi is elmegyünk, ők is eljönnek mi hozzánk. Hát ananapi bál, pünkösdi bál, locsoló bál, tehát Katalin bál, tehát mindenféle elnevezésű anyáknapi bál, tehát és mi hozzánk is jönnek, mi is évente két alkalommal szoktunk báli rendezvényt tartani, tavasszal ugye a locsolóbál, ez már évek óta ilyen hagyományszerűen rendezzük meg, meg a novemberben pedig a Katalin bálat szoktuk megrendezni, amire ugye elég szép számmal szoktak jelentkezni, mert ugye vannak vendégeink, akik azt mondják, hogy jaj, de jó, végre már mehetünk hozzátok. És ez nekünk nagyon jó, mert tehát örülünk neki, hogy tehát ilyen baráti találkozók ezek, és ezek nagyon jók. Beszélgetnek, ott is mondanak verseket, és oda is készülnek produkciókkal? Hát igen, a saját tagjainkból is mondanak most is verset, meg elmegyünk másoknak is a rendezvényére, olyan rendezvényére is, ahol ugye verset lehet mondani, nagyon szívesen mondanak verset, én magam is. Most nem is olyan régen a két tagtársammal elmentünk, egy ilyen országos kimit tudom, vettünk részt, ketten szavaltunk, tehát ugye mi verset vittünk, és az elődöntőn azon túljutottunk, elmentünk a középdöntőre is, hát ott éppenséggel, mert a középdöntő Hajdúszoboszlón volt, és hát 45 és 50 pont között kellett lenni ahhoz, tehát kellett elérni ahhoz, hogy a döntőre bejussunk. És hát nekem meg a kolléganőmnek 44 pontot sikerült szerezni, tehát egy ponttal maradtunk le, de én úgy gondolom, hogy ez is nagyon szép eredmény volt tőlünk, mert ez már azért, tehát nem kis dolog az, hogy ilyen eredményt ér el az ember. Jellemzően itt most aranyműveket hallhatnak, láthatnak majd, vagy mindenféle lesz a repertoár? Hát vegyesen. Tehát vannak Arany Jánostól, sok többen is mondanak, de ugyanakkor más költőnek a verseit is elfogadtuk, mert ugye volt, aki olyan jelzéssel volt, hogy nekem nincs Arany Jánostól versem. És akkor de azért szeretnék elmenni. Elmondhat, persze, gyere, és akkor, tehát több költőtől vannak versmondóink. Kiket várnak a rendezvényre? Hát már a városokból, vagy pedig, hát elsősorban ugye a polgármester úrat várjuk, hát az bejelentette valamelyik nap, összefutottam vele, hogy nem ő fog jönni, hanem Bata Attila Viktor fog jönni, és ő fogja majd végül is megnyitni nekünk ezt a mai napi rendezvényünket. Egyébként a versmondóink jönnek Budapestről, Orosházáról, Szentesről, Gyomaendrődről, a helyiekből, tehát több helyről. Miért tartja különlegesnek, fontosnak alpolgármester úr ezt a mai rendezvényt? Hát azért tartom, ugye, ha kiindulunk abból, hogy ez a vers ünnepe, és ugye egy embernek a képzete a süket némákról az, hogy nem tudnak beszélni, nem hallanak semmit, se merülhet az benne elméletileg, hogy ők verset mondanak, már pedig igen. A rosszabbul hallók is mondanak verset, sőt, akik tényleg nem tudnak beszélni és nem hallanak semmit, azok jelbeszéddel adják elő. Tehát ez azért is fontos, hogy bizonyítja ez a klub is, ez a rendezvény is, hogy fogyatékkal is lehet teljes életet élni, ami én úgy gondolom nagyon fontos. Amellett ugye összefogja az ilyen embereket,
akik együtt jól tudnak szórakozni, megértik egymást és igazi közösséget alkotnak, színesítve ezzel városunk kulturális palettáját is. Az önkormányzat számára tehát fontosak az ilyen jellegű klubok? Számunkra minden klub nagyon fontos, támogatjuk is erőnktől függően mérten őket, hiszen minden klub színes, minden klub valakinek az érdeklődési területét fedi le, illetve ezek a klubok összejárnak, tehát nagyon színvonalas közös rendezvényeket is tartanak, eljárnak egymás rendezvényére, kirándulnak, teljesebb életet adnak, és én is úgy gondolom, hogy ezt teljes mértében támogatni és tisztelni kell. A támogatás az önkormányzati területen úgy zajlik, hogy vannak bejegyzett klubok, akik hivatalos pályázat alapján kapják a támogatást, és vannak a nem bejegyzett klubok, akik polgármesteri keretből kapnak támogatást. Táncévzárót tartott a Legalább Művészeti Iskola. Ennek kapcsán az intézmény tevékenységéről és csoportjairól Szabó Csaba igazgatót kérdeztük. Három helyszínen, három városban kezdtük. Az egyike ezeknek Mezőtúr, úgyhogy 16 éve működünk itt. A Rákóczi, a Kossuth és a Újvárosi iskolában kezdtük, és maradtunk is tulajdonképpen a 16 év alatt, de hozzánk járhatnak egyébként a közös városi csoportunkba a református, illetve a katolikus iskolából is nebulók, úgyhogy várjuk szeretettel a jövőben is őket is. Milyen céllal alapult meg az iskola? Művészeti oktatást tűztünk ki célul, ezen belül elsősorban is a néptánc oktatást, lévén, hogy mi a feleségemmel alapítottuk ezt az iskolát, és mind a ketten néptáncosok vagyunk, és sok olyan kollégát ismertünk, aki ebbe szeretett volna részt vállalni, és így ezzel indultunk el, és hát aztán utána gondolkoztunk, hogy esetleg kiszélesíthetnénk a palettát, és több helyen van más oktatásunk is, de itt Mezőtúron van a helyi művészeti iskola, ahol például társastáncot is oktatnak, amit mi máshol már oktattunk, aztán van képzőművészeti oktatás is itt helyben. Ezt is tudnánk, de így, hogy helyben van, így nem láttuk különösebben értelmét, hogy konkurenciát teremtsünk, hiszen a néptáncban elég erősek vagyunk, és az meg úgy tűnik, hogy hiányzik volt itt Mezőtúron, és jelen pillanatban is az. Az iskola mely településeken, megyékben van jelen? Három megyében tanítunk, mindjárt Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, aztán Békés megyében és Hajdú-Bihar megyében. Tulajdonképpen ugye a csücskén vagyunk, tehát nem olyan nagyon nagy területe ez, mert a megyéknek a összeeső szegleteiben helyezkednek el a települések, ahol oktatunk, de azért mondhatom, hogy a tanáraimnak elég szépen kell utazgatniuk, hogy ezt mindet meg tudják oldani, ettől függetlenül, hogy viszonylag koncentráltan vannak a települések. A néptáncon kívül milyen más hagyományőrző művészeti oktatás folyik még az iskolában? Társastánc volt, ami nem hagyományőrző, de művészeti szinten mégiscsak megemlítendő. Arra most kevesebb igény van, és képzőművészet van, az meg sok helyen van eleve, úgyhogy azt csak ott csináljuk, kifejezetten erre kérnek bennünket. Tehát egyelőre a néptánc a főcsapás iránya, és hát egyébként erre úgy érezzük, hogy elég nagy igény is mutatkozik, úgy a piciknél, mint az egészen nagyoknál, tehát ilyen, az egészen nagyok azok olyan 30 és 60 közötti hölgyek és urak szoktak minket megkeresni, hogy szeretnének tánccsoportot, hát mi ezt általában üdvözöljük, de ugye itt azért a szervezés részét mi nem tudjuk felvállalni. Azt szoktuk mondani, hogy ha megszervezik csoportokat, akkor nagyon szívesen próbálunk segíteni, és mondjuk oktató
oktatót adni a csoportnak. Itt Mezőtúron is felmerült már, de hát igen, tehát hogy kellene az egy-két lelkes táncolni vágyó, aki ezt megszervezi. És akkor mi megyünk, és a szakmai részét már tudjuk vállalni. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy melyik korosztály körében a legnépszerűbb ez az iskola? Egyértelműen azért az általános iskola körében, hiszen a maga az iskola, ami erre létrejött, erre hivatott működni, hogy az általános iskolás kort elérő gyermekektől egész 22 év, azt hiszem most a maximum, aki iskolánkkal jogviszonyt létesíthet. És ezen felül mi azért megcéloztuk most már, nem most már, már jó néhány éve az óvodás korosztályú gyermekeket is, azzal tapasztalatunk, hogy őnáluk lehet ezt leghatékonyabban, ezt a műfajt, a műfajnak a csíráit elhinteni, hiszen a gyerek játékokból lesznek majd a későbbi remek táncok. A remek gyerek játékokból. Úgyhogy óvodások nagyon sok helyen, vagy több helyen vannak az iskolánk működési területén. Itt Mezőtúron már vagy azt hiszem 6 éve talán létezik óvodás csoportunk. Hát ennek az a biblia, hogy igen, ezt nehéz most kigazdálkodni, hogy a tanáraink az óvodásokat is tudják oktatni, hiszen az óvodás gyermekek nem vehetők fel még a iskolánk, a művészeti iskolánk tanulói közé. Ma itt Mezőtúron milyen produkciót láthatnak majd a nézők? Remélem, remek néptáncos, népi játék produkciók lesznek, főleg szerintem sok játék lesz benne, hiszen kisebb gyermekek vannak főleg, akik most fellépnek. Hát egészen azt mondja, hogy van egy óvodás csoportunk, a Rákóczi iskolából van kettő, Újvárosról van kettő, Kossuthból egy, és van egy ilyen közös csoport, és remélem, hogy a iskolánk tanárai még valami kis bónusszal megfűszerezik az előadást a végén, illetve hát majd mindenkivel, attól függ persze, hogy kik maradnak, hány gyermek marad, a végén szoktunk egy finálét, és akkor ünnepélyesen be is zártuk az évet. Azért csak ünnepélyesen, mert egyébként még vannak fellépéseink, meg még lesznek programjaink is az iskolán belül is, de hát egy ünnepélyes keretet adtunk a tanévnek. Azok a diákok, akik kedvet kaptak a néptáncoláshoz, hogyan tudnak, hol tudnak jelentkezni? Az iskolákban mindenképp, tehát a Rákóczi, Újváros és Kossuth iskola titkárságán, hogyha érdeklődnek, ott augusztus végén már, illetve szeptember elején már egész biztosan tudnak felvilágosítást adni, illetve hogy a kollégáimat lehet személyesen majd keresni, de ez nyilván a szeptembertől, mert itt nyáron nem nagyon tudunk semmit sem tenni ez ügyben, meg fogunk majd hirdetni, reméljük itt a tévében is lesz módunk, az iskolákban, plakátokon. Szóval akinek kedve van, az augusztus vége, szeptember elején egy picit lapozgasson bele a médiába, és valahol biztos, hogy nyomára akad, hogy tud beiratkozni a gyermeket. Kedves nézőink, Önök a Túri Hírmondót látták. Friss hírekkel legközelebb jövő héten hétfőn várjuk Önöket. Addig is viszontlátásra!